Egy dínó ismerkedik a strandolókkal a Harkányi fürdőben szombaton, a Lepke-medence túloldalán színpad kivetítővel. A Harkányi fürdőfesztivál második napján az időjárás nem volt kegyes a szervezőkhöz. Elég dühítő ez a mai időjárás, hiszen a kollégáinkkal a 40 fokba egy héten keresztül építettük a fesztivál helyszínt, úgyhogy ez a lelkünknek is rosszul esik, nem csak a fürdőnek. A tegnapi nap az nagyon jól sikerült, körülbelül 6000-en voltak kíváncsiak a tegnapi műsorra. A szombat délelőtt és kora délután eső éreztette hatását. Ma is vannak már 2000-en bent a strandon, mint láthatjuk, elmentek az esőfelhők, kezd tisztulni az ég. Nyilván sajnos ez a rossz idő rányomja a bélyegét erre a napra, tehát hogyha egy délután is verőfényes napsütés lesz, nem biztos, hogy az a létszám lenne, mint hogyha egész nap szép idő fogadta volna a felkelő embereket. Annyit kell tudni, hogy ettől függetlenül egy programelemet halasztottunk el, és a nyárzáró fesztiválra tettük. Ez a tradicionális vizes pólós és pocak szépségverseny, amit nagyon szeret a közönség és a résztvevők is. Július 19-e és 21-e között több színpadon léphettek fel az előadók. Bemutatók, gyermekműsorok várták a családokat, valamint együttesek, DJ-k gondoskodtak a jó hangulatról.